Perge Józseffel, a Berekvíz Kft. Ügyvezetőjével arról beszélgettünk, hogy a kezdeti nehézségeket kiküszöbölve milyen szezont zárt idén a Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdő. Összességében elmondhatom, hogy sokkal jobbat, mint amit az ember gondolt és várt, kezdte gondolatait az ügyvezető. Már azzal folytatta, hogy március 18-ai bezárás követően igen nehéz helyzetbe került a fürdő a dolgozókkal egyetemben. A március 18-ai bezárást követően elég nehéz helyzetbe került a fürdő dolgozók köre, és a május 22-én nyitottuk újra a fürdőt meg, akkor tudtuk megnyitni, de sajnos a gyógyvizes medencék nem üzemeltek, ezek csak június 20-ától tudtak üzemelni. Igazából az élet június 20-a után indult be, amikor már a gyógykezeléseket is tudtuk teljes körűen végezni, amikor már minden medencébe tudtuk a vendégeket fogadni. Sajnos az időjárás viszont nem volt kegyes hozzánk, mert az első 3-4 hét olyan rossz, főleg hétvégére első rossz időjárást, sok esős időt hozott, hogy azért nem jött az a várt vendégszám, amit gondoltunk, hogy majd be fog következni. Az igazi szezon az a július második hetében indult meg. Onnantól kezdve viszont a kempingbe is, a fürdőbe is a látogatók száma folyamatosan növekedett, és gyakorlatilag nagyságrendileg hasonló anyagi helyzetbe került a cég, mint egy évvel ezelőtt volt, tehát ez a jövőre nézve egy stabilitást jelent számunkra. Majd szólt arról is, hogy a Maradj Itthon elnevezésű kampány a Bereki Strandon pozitívan éreztette hatását. Nagyon sok új belföldi vendéget tudott idén felmutatni a fürdő. Úgy érzem, hogy ez a Maradj Itthon című szlogennel jelzett, és a vendégeket, tehát a lakosokat Magyarországon tartó kampány nálunk pozitív hatást jelentett. Nagyon sok belföldi vendégünk volt, és nagyon sok új belföldi vendégünk. Az, hogy új belföldi vendégek jelentek meg, ennek vizsgálgattuk. Egyrészt az elmúlt évek marketing munkájának a gyümölcse érik be, én úgy gondolom. Másrészt meg az, hogy azért az embereknek egy része nem mert külföldre menni, nem akart külföldre menni, belföldön keresett magának turisztikai célt, és többek között minket talált meg. Érdekes módon a kelet-magyarországi résztről nagyon sok helyről jöttek, és Budapest és vonzás körzetéből jöttek a vendégeink jellemzően. Július végén viszont a külföldi szlovák, illetve lengyel turisták jelentek meg. Főleg a lengyelek. Egy kicsit féltem tőle, hogy nem mernek jönni, de hál' Istennek mertek jönni. Úgyhogy összességében egy jó szezon fogunk zárni, én úgy gondolom.